a legfontosabb pszichológiai tényező az, hogy nekem legyen egy önbizalmam, egy saját belső mély kapcsolatom saját magammal ahhoz, hogy ne legyek kibillenthető abból a helyzetből, ahol én jó döntéseket tudok hozni, és ez a helyzet az, ami nem érzelmileg befolyásolt. Ez kritikusan fontos. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, ezért mindig is fogom hangsúlyozni, oké? Tehát az érzelmileg nem befolyásolt tudatállapot az, amelyből, kizárólag ebből tudok én jó döntéseket igazdálkodni. Ha félek, ha zavarodott vagyok, akkor az azért nem jó, ha pedig túl lelkes vagyok, túl motivált, nagyon magabiztos, az se jó. Az se jó, mert az egyikből hozhatok egy olyan döntést, ami engem úgy visz félre a félelme miatt, hogy nem megyek bele bizonyos helyzetből, és lemaradok valamiről, félelem, valamilyen félelem, vagy túl lelkes vagyok, megígérek fűt, fát, belevágok olyan projektekbe, vagy olyan vállalkozást indítok, amit nem gondoltam át, de túl lelkes voltam, és mindenféle üzleti terv nélkül kezdek bele, és akkor később rajta vesztek. Az egyik félelem megakadályozott, hogy sikert érek el, a másik pedig túl tolt engem, a lelkesedésem, és akkor rajta vesztettem. Tehát egyik se jó. Még mindig jobb belekezdeni és úgy rajta veszteni, és abból tanulni, mert a bukások azok nagyobb tanítók, mint a siker, azért ezt tudjuk. Tudjuk, akik már buktunk, ha még nem buktál, akkor nem tudod. Akármennyire bólogatsz, nem tudod. Én sem tudtam addig, amíg nem buktam eleget, és az a helyzet, hogy én ilyen szempontból nagyon bölcs vagyok, mert nagyon sokat buktam, és ezzel most nem dicsekedni akarok, csak sok a tapasztalatom. Hát, sok mindent meg is bántam ezzel kapcsolatban, a üzleti döntésekkel kapcsolatban. Na, nem annyira sokat, de visszacsinálnám, másképp csinálnám, ezt rögtön elismerem, de azért ma úgy vagyok vele, hogy ha már megtörtént, akkor legalább tanultam belőle, és az annyiból több vagyok. Tehát mire jó ez? Tudok róla beszélni? Legalább akkor másokkal tudok abban segíteni, hogy ne essen bele ilyen hibába.